Az iskoláskorú gyermekek 77%-a napi másfél órát játszik videójátékokkal. 91%-a napi több mint 2 órát néz tévét. 99%-a napi 3 órát tölt képernyő előtt. Mindeközben teljesen elvesztették a kapcsolatot a természettel. A Mura-Dráva-Duna bioszféra rezervátum ezen súlyos aránytalanságokon kíván változtatni. 5 országon átívelő oktatási projektje, a River School hálózat célja, hogy a felnövekvő generációk visszataláljanak a természethez, folyókhoz, az élethez. Az UNESCO 1971-ben indította el az Ember és Bioszféra programját, mely nyomán megszülető bioszféra rezervátumok jóval többet jelentenek, mint fajok, élőhelyek megőrzése. A cél az ember és a természet ideális kapcsolatának megteremtése és fenntartása. Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum 2012 óta végzi munkáját. Feladata, hogy az élővilág és az abban élő emberek harmóniáját a természeti értékek védelmére történő figyelemfelhíváson túl a terület gazdasági, kulturális, turisztikai fejlesztésével hosszú távon tartsa fenn. Ez a Föld első olyan bioszféra rezervátuma, mely 2020-tól 5 országot kapcsol össze, és így 5 nemzet szakembereit vonja be a természetmegőrzés, extenzív területhasználat, ökoturizmus, ismeretterjesztés komplex munkájába. Elsődleges cél, hogy a Mura-Dráva-Duna egymásba futó vizei a jövő generációi számára is az élet folyói legyenek. A rezervátum határokon átnyúló oktatási hálózata egyfajta puzzle, melyben a különböző térségek ismeretanyaga egy nagy egészszé áll össze. A River School program egy természetben működő szabadtéri osztályterem, ahol az oktatás nem pusztán szavakból, hanem megtapasztalásból áll. Olyan játékos tanulás, mely élményeken keresztül vidám és emlékezetes módon nem csak az elmékre, de a szívekre is hat. Programok résztvevői megismerkednek a Mura-Dráva-Duna bioszféra rezervátummal és annak fő folyóival. A terület élővilágával, a folyók, az árterek, növény és állatfajaival, a kultúrák és az ökológiai értékek határokon átívelő természetével, a környezeti hatások folyamataival, a védett területek hétköznapi életével. És mindenek előtt sokkal, sokkal közelebb kerülnek a természethez és a környezettudatos életvitelhez. River School, a folyók partján lüktető életiskolája.